Készülnek az ételek az egyik pécsi étterem konyháján karácsonyra. Vákumcsomagolásba kerül a dinsztelt káposzta és a töltött káposzta a csomagoló részen. Népszerűek idén is az ünnepi menük, amiket egyre több család rendel ettől a vendéglátó egységtől, mondja a tulajdonos. 13. éve készülünk a karácsonyi ételek elkészítésében. Ugye ez már egy nagyon nagy üzletág lett, ugyanis nagyon sok vendéglátós ezzel tud csinálni egy kis plusz forgalmat. Ugyanis a január, február, március az gyenge. Ugye, mint mondtam, 13. éve készítjük mi az ételeket, több ezer adag ételt készítünk el ilyenkor. Tehát, hogy igazából nagyjából a marketingben sincsen szükségünk, mert megvan az a bevált törzs közönség, aki tőlünk veszi. A csomagokért 24-én jöhetnek a vevők, kiszállítani nem tudják ezt a mennyiséget ilyen rövid idő alatt. A menü a hagyományokra épül. A klasszikusok mennek a legjobban, tehát ilyenkor egy ilyen 300 adag halászlé megy el, 130 egész kacsa, kacsacomb, hideglibomány zsírjában, ugye ez a saját névegyem, akkor a mákos guba, a rántott hal, borjú bécsi, kocsonya, tehát akkor most beraktunk egy marhapofa pörköttet káposztás nonfaludival, ezt is szimpatikus volt a vendégnek, akkor barbecue módon füstben sütök egy lazacot, ez is nagyon népszerű lehet, tehát eddig most megdupláztuk ezeket az új ételeket, de a klasszikustól nagyon nem tudunk eltérni, mert keresik. Jó forgalmat jelent a karácsony ebben a másik pécsi étteremben is. A tulajdonos csak telefonon tudtuk elérni, mert ilyenkor folyamatosan beszerző úton van, hogy minden rendelés az ünnepi asztalra kerüljön időben. A sültes tálakat készítettünk egyébként, és ezt is három árkategóriában csináltunk. Van egy olcsó kategória, azon klasszikus sült húsok vannak, libacomb, pulykaszárny, pulykamáj, innyentekercs, ilyen klasszikus, ezért a rántott hús is kell. Azt gondolom azért az emberek nagy részén elkészítettünk még olyat is, ami klasszikus blöffös haltálunk például van, nagyon népszerű. Ez emlő a tengeri halaktól kezdve, most már az édesvízi halakkal is próbálkozunk, és ezt is szeretik a vendégek. Misett Zoltán is azt mondja, tapasztalatai szerint egyre többen veszik igénybe ezt a szolgáltatást az ünnepek alatt, sőt, ma már a hétköznapokon is. Az előző három évhez képest ilyen 50%-kal nőtt ez a fajta bevételi forrásunk egyébként. Én ezt most csak a karácsonyra kimondottan értettem. Ha önmagát a kiszállítási iparágat nézzük, akkor egyébként ott is azért emelkedés van. Itt a nyár után, ahogy bejött ez az ősz, és ugye újból ilyen negatív hírek kezdtek terjedni, onnantól kezdve a kiszállítás egyébként igen, egy 30-40%-kal az is felugrott, az is feljebb ment. A Covid-járvány miatt egyre jobban hozzászoktak ma már az emberek az ételek házhoz szállításához. Karácsonykor pedig ehhez jön, hogy az idejüket szeretnék a családjukkal tölteni, nem pedig a konyhában, ezért rendelnek többen ünnepi ételt, mondták a vendéglátósok.